két témára épült az a fórum, amelyet péntek este tartottak a nyírbogáti községházán. A nemzeti szuverenitás kérdésében a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy jelenleg két irány van az Európai Unióban. Az egyik vonalon az Európai Egyesült Államok megteremtése a cél, amelyet a magyar kormánypártok elutasítanak, és helyette a Nemzetek Európáját szeretnék felépíteni. A politikus a Magyar Falu programról is beszélt televíziónknak. Szeretnénk, hogyha a kis települések újra lendületet kapnának. A Magyar Falu program ezt célozza. A térségünkből is, de Kelet-Magyarországból nem különben nagy az elvándorlás. A fiatalok nyilván a munkájuk révén húzódnak Debrecen irányába, Budapest irányába, és a településeink hova tovább szakember hiánnyal küzdenek. Nagyon remélem, hogy a Magyar Falu program lehetőséget fog adni arra, hogy ezt a helyzetet meg tudjuk változtatni, mert ne az előregedés és a szakember hiány legyen a kis települések sajátja. A fórumra meghívott előadó az agrártámogatások megnyírbálását hozta fel az országot és a vidéket fenyegető veszélyként. Mint ismert, az Európai Bizottság tervei szerint 2020-tól jelentősen csökkennének ezek a források. Ezzel egyértelműen a vidéket büntetnék, ráadásul van egy ENSZ felmérés, amely azt mutatja, hogy a vidéki létforma az megszűnőben van. Ennek nyilvánvalóan ellentmondana az, és ezt a tendenciát erősíteni, hogyha az Európai Unió büntetné a vidéket, büntetné az agráriumot, és erről beszélnünk kell. Ezt az itt lévőknek is joguk van tudni, mint ahogy egyébként nyilván azt is meg kell vitatnunk, hogy mi zajlik most Brüsszelben, mi a tétje az Európa Parlamenti választásoknak. Az alkotmányjogász hozzátette, ezek olyan fontos sorskérdések, amelyek az őszi helyhatósági voksolásra is kihathatnak. Ifjabb Blomnici Zoltán a kis települések jelene és jövője kapcsán pedig arról beszélt, hogy az ítélők felelősek lakókörnyezetükért, hazájukért és nemzetükért egyaránt.